Sziasztok! Karvaly vagyok, és már az utolsó bemutatom, mert már picit fáradt vagyok. KV-13. Egy napja vettem meg, és már is beleszerettem. Sőt, annyira... hát nem állítom, hogy kiismertem, de azt hiszem nagyjából tudok róla mindent, amit lehet. Mert ez végül is ezzel azt állítom, hogy kiismertem. Na mindegy, tehát egy napja játszom vele. 5 meccs alatt meg lett a lánctap, még 10 meccs alatt meg lett a torony, és már fullos is az egész kis baba, mert... korábban volt én egy mármam, ez a médium tank pedig, csak így mondom, hogy be tudjátok magatokat tájolni, hol vagy. KV-13, 7-es szintű alternatív közepes tank a szovjeteknél, ebből el lehet indulni KV-1-esen keresztül, vagy IS-en keresztül a T43 fele, hogy átmenjünk a médiumágra, illetve a T-85 felől át lehet menni a KV-13-ra, hogy el lehessen indulni az IS-ágon. Én ezt az utat választottam, nekem előbb volt T-43, mint KV-13, és nem bánom, ugyanis más játékosok általában panaszkodnak rá, hogy T-34 pocsék, bár mostában ezt egyre ritkábban hallom, mert egyre többen rájönnek, hogy mennyivel fontosabb a tűzgyorság és az átütés a sebzéssel szemben, illetve azt, hogy egy médium tank nem attól lesz médium tank, hogy folyamatosan 60-nal tud gurulni, lehet az támogatós is, na mindegy, és utána jön a T-85, aminek ugyanannyi páncél, mint a T-43-nak, emiatt sokan utálják, illetve az ágyúja miatt, hogy egy lassú, pontatlan gagyi szar, kis átütéssel, kis sebzéssel. Én nem tartom annak, én nagyon imádom ezt a 85 millis kis ágyúmat. Persze ez nekem ilyen érdekesség, hogy én a T34-et, T34-85-öt, T43-at imádtam. T43 az, amit mindenki gyűlöl, hogy ú, az egy buktató, az nagyon kínszenvedés lesz, hogy eljussunk a T44-ig. A T43 a kedvenc tankom a játékban, a T44-et pedig nem szeretem annyira, közel sem szeretem annyira. Tankászom sincsen vele, Top Gunomból van 3, de hát jó, végül is az nem olyan nagy szám. Szóval... T43-mal alternatíva a KV-13, és így statisztika alapján összehasonlításképpen a KV-13-nak van páncélja. És ez a páncél, ez olyan páncél, hogy tényleg létezik. Tehát ezt így megtapasztaltam magamnak, láthattátok korábbi videóban, azt hiszem, úgy sejtem, hogy azt fogom hamarabb feltölteni, igen, biztosan azt fogom hamarabb feltölteni. Van rajta ténylegesen páncél, néhány helyen rosszul van megszerkesztve, lehetne máshogy is, de hát így lehetett elérni, hogy a tömeg ne legyen túl nehéz. Én azt mondám, hogy ez a KV-13 egy szovjet mestermunka. T-43-mal ugyanakkor a tömege van alapból, ami megbuktatja ezt a KV-13-ot egy picit, 8.0-ban lenerfelték a sebességét, végsebességét 10 km/h-val, korábban 60-at tudott menni, most 50-nel. Illetve a két torony. Amíg az első torony van meg, addig, itt láthatjátok, 4 teljes tonnával, több mint 4 teljes tonnával kevesebbet nyom. Olyankor könnyedén eléri az 50-et, tovább is menne, hogyha tudna, viszont az alaptoronyra nem lehet rászerelni a 85 millis ágyúját, csak a 76 milliseket lehet, még a 122-es sem lehet, tehát ezekkel az 5-ös szintű 76 millis ágyúkkal kell kiszenvedni. Pont olyan, mint a T43 ága, ez is annyi szenvedés. Tehát igen, T43, KV-13, az a kínlódás benne, hogy egy 76 millis ágyúval kell kínlódni, T43-nál egy 85-es, ami valamivel jobb, viszont a tank alapvetően nem annyira gyors, mert nincsenek meg hozzá a motorok. Bár most nézem, hogy megvannak ez is a motorok. Tehát alapvetően ugyanolyan kínlódásosok, csak a KV-13-nak rosszabb az alapmotorja, nem az alapmotorja, alapágyúja, amik közül lehet választani, a T43-nak pedig... rosszabb a páncélja. Miután pedig a KV-13, hogyha korábban volt KV-3-unk vagy IS-ünk, akkor megvan hozzá a motor és megvan hozzá a rádió, hogyha pedig volt T-34-85-ünk, megvan hozzá a fullos ágyú. Ilyen a két dolog, amit ki kell fejleszteni, ugyanígy a T43-nál, a lánctap és a torony. Ez a két dolog kell mindkettőre, ami kb. 10.000 XP körül van. Amit én azért tudtam ilyen gyorsan összeszedni, mert a hétvégén volt mind prémium akkontom, mind 5-szörös első győzelmi credit source, ami egyből megadta nekem a lánctapot úgy nagyjából, illetve 50% kredit a KV-13-ra, bár ez igazából nem befolyásolja az XP-t, de öröm volt így vele játszani, mert folyamatosan kerestem rajta. Szóval ez lenne a két ág így összehasonlítva, mégis ugyanannyi meló mind a kettő. Nem tudom, hogy régen játszottam a T43-mal, nem tudom, a KV-13 lesz-e kedvencem, de azt kell, hogy mondjam, biztosan szeretem annyira. Szóval a KV-13 ugyanúgy 4 fős legénység, már majdnem megvannak 100%-ra így az átképzés után. 1120 életerő, így 20-tal több van neki, mint a T43-nak, így is kevesebb van neki, mint például a Panthernek, vagy a VK 3002 DB-nek, azt hiszem ez a neve. 36 tonna, a T43 34, és ugyanaz a motorjuk, tehát egy picivel lassabb a fejlesztett torony miatt, igazából nem tudom, hogy miért pont a torony. Tehát ez az, ami érdekes ebben, hogy a test hiába sokkal páncélozottabb, mégis ugyanannyit jobb, mint a T43-é, viszont a torony, a fejlesztett torony kisebb, mint az alaptorony, mégis többet nyom 4 tonnával, nem tudom pontosan, hogy miért, ráadásul a páncéltasa sokkal erősebb, bár azért valamennyivel, csak sajnos megkapja ezt a nagy darab kupolát, ami miatt nem lehet más médium tankokkal arcba menni, mert akkor ezt fogják lőni, kis betegség. Szóval el tudom képzelni, hogy rengeteg embernek nem fog tetszeni ez a tank, akár a sebessége miatt, akár amiatt, hogy az ágyúja még mindig a T34-85 ágyúja. Viszont én ezzel az ágyúval tökéletesen el vagyok, tehát legtöbb tankot átlőlöm vele, 8-asokat is meg tudok sebezni, ha hátulról támadom, csak okosan kell vele játszani. És ami miatt igazán tetszik a játékstílusomnak ez a KV-13, nem tud úgy oldalba menni, mint a T43, de már a T43 sem volt túl gyors, kicsit nagy a talajellenállása, ezért nem szeretik sokan, ezért gondolják sokan, úgyhogy buktató. Ez is ugyanolyan kissé lomha, csigaszerű egy oldalba támadós ágyú mellé, viszont ennek van páncélja, tehát ez mindenképpen egy pozitívum, ez a 120 mm, ez ugyanannyi, mint egy IS-nek, ugyanannyi, mint egy KV-3-nak. A buktató benne az, hogy ha egyenesen állunk rá az ellenfélre, csak így, akkor itt és itt mindig le fog pattani az ellenfél, még esetleg itt is. Viszont van középen ez a vezetői nyílás, ahol ha belőnek, akkor meghal a vezető és a töltős, hogyha nagy kaliberű a lövedék. Én tapasztaltam 122 millis lövedék lőtt meg. Rádióm elment, a sofőröm elment és a töltősöm elment, szóval kényelmetlen volt. Ha pedig bedöntjük, ezt itt nem fogják átvinni, csak hogyha nagyon precízen lőnek. Ez a pont viszont sérülékenyé válik, ez a két széle, attól függően, hogy melyik oldalát fordítjuk az ellenfél felé, mert akkor az ugyebár nagyjából derékszögben lesz az ellenféllel szemben. Ettől szintű szovjet tank vertikális stabilizátort ezáltal nem lehet rátenni, úgyhogy nekem javító csomagom van, jól jön, hogyha ellövik a lánclapat. És még egy pozitív ebben a tankban, a lánclap iszonyat szívós. Nem is tudom, hogy hányszor mentette meg az életemet, hogy elnyerte a sebzést, és nem szakadt le. Nagyon erős lánclapa van, ha valaki gondolja, esetleg rátehet még pluszba ezt a repeszpáncélt, az még növeli. Nem a repeszpáncél, hanem suspenzió. Ezt a kis, nem tudom pontosan, hogy a magyar World of Tanksban mi a neve, nekem ilyen fejlesztett fogaskerék, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Ilyet rátelt, hogyha esetleg van még ennyi költőpénze, még szívósabb lesz a lánctap, és jobb lesz a talajelenállás is, tehát jobban fog gyorsulni a tank. Pillanat, megint egy korte, mert már sokat vettem fel, aztán be vagyok rekedve. Tehát látjátok, hogy nem vagyok vele túl tapasztalt ez a tankkal. Mindjárt megtalálom, hogy hány meccsen volt vele. Ez már sok lesz. KV-13, olyan nehezen lehet megtalálni. Hol vagy? Hol vagy? Na, itt van 37. 42 kill. Nem vagyok túl tapasztalt, viszont elég magas az átlag XP vele jelenleg. Ezzel van a rekord XP, jelenleg van vele is pártaim. Nincs vele sok meccsem, viszont amiatt van már is tankáztam, és amiatt érzem nagyon jónak ezt a tankot, hogy korábban vezettem T43-at, ami azt kell, hogy mondjam, az ágyú süllyedést és a kicsit gyengébb sebességet leszámítva rosszabb volt, mert az egy nagyobb darab tank, fenyegetőbbnek is találják, vagy legalábbis úgy érzem, mert ilyen tankon nagyon kevesen játszanak, tehát nem is nagyon lő rá az ellenség, mert minek, biztos nem veszélyesen nem játszanak vele. Ezen kívül T-85-tel is játszottam, tehát tudom, hogy lehet óvatosan játszani egy ilyen szovjet médiummal, illetve ezzel a jellegzetes 85-es ágyúval. Megvan a saját művészete ennek a tanknak, szóval nem feltétlenül egyszerű, ez is olyan lesz, mint a KV-4, van aki imádja, mint én, van aki gyűlöli, mert buktató és nehéz vele játszani, ez már rátok van bízva. Végső soron ez egy icipici IS tank, egy kisebb ágyúval, viszont nagyszerű páncélattal, sebességgel jól hátba tudja támadni az ellenséget, és viszonylag még jó az átszázása is, persze nekem nem átszázásom, mert ez egy eredetileg ez egy nehéz tanklegénység, azért van rajta javítás, meg offroad vezetés, bár ennél a tanknál speciál jól jön az offroad vezetés, szóval esetleg átszázásra le lehet ezt cserélni, hogyha valakinek olyan az ízlése. esetleg megtartja véglegesben, nem megy tovább az IS-re. Én nekem még elválik, bár valószínűleg el fogom adni, mert kell a pénz, meg kell a varázshely, de biztos vissza fogom venni egyszer még. Szóval lássuk, milyen replayeim vannak vele. Szóval az a helyzet, hogy jó pár replayt be akartam mutatni a KV-13-mal, többet is, amennyi egy videóba beleférne. Viszont a számítógép újratelepítése után, mint ahogy több másikkal, például a Panzer IV-jel, ennek is elvesztek a korábbi replayei. Volt videó, amiben stock KV-13-mal vertem meg egy stock VK 3002 DB-t, ugyebár azon a hétvégén volt, amikor féláron lehetett médium tankokat venni, hát ez szintű médium tankokat, úgyhogy ő is stockként hozta a tankját, hogy kifullozza, én is, aztán végül is nyertem, mert nekem jobb volt a Panzer az övénél. Na mindegy, volt olyan is, ahol a Vigspot mod segítségével. Vigspot mondom igazából csak arra van, hogy modul találatokat gyakrabban tudjak csinálni. Úgy nagyjából tudom egy-egy tanknak a gyenge pontját, tehát úgy általánosságban, de van némelyik, amiknek elég érdekes helyeken vannak az ammórekéi, azok általában könnyebben is robbannak, mert nehezebben elérhetőek, és jól jön egy ilyen weak spot mod ezeknél. Akárhogy is, ez az a videó, vagy ez az a replay, ami még megmaradt, 9-es szintű csata KV-13-mal, egyébként, hogyha ezt kevesen higyitek, ne aggódjatok, lesz még minden bizonnyal a KV-13-as replay, meg akár élő csata is, mert annyira megtetszett nekem ez a tank az utóbbi időben, hogy valószínűleg véglegesen megtartom legénységgel, mindennel együtt, annyira megtetszett. Olyan, mint egy T43, csak páncéllal, tehát valami varázslatos kis tankocska, nem a legfürgébb, ezért nem is a mezőre mentem ki oldalt, hanem itt a városba. Nem túl fürge, mégis csak ez egy nehéz tank prototípusa, az IS tanknak a prototípusa. De ettől függetlenül van olyan fürge, mint a legtöbb közepes tank. Hogyha valaki német közepes tankokkal játszott, akkor őt nem fogja zavarni a sebesség, mert panterek egyébként sem túl fürgék. Ennek pedig még komolyabb páncélja is van. Az ágyúja, hát szó-szó. A 7-es szintűek ellen tökéletesen volt, 8-os szintűekkel még annál is jobban. 8-asok ellen már kicsit vicces, de oldalból, hátulból 8-as, 9-est is meg tud sebezni, szóval nincs vele különösebb probléma, és jól előttem van az 59-16. 6-os szintű kínai felderítő, és itt egy AMX-50-100 is, szóval van társaság. Szakasztársam pedig Panzer betyár volt ebben a csatában, Porsche Tigrisét hozta el. Sajnos ez nem lesz a legjobb meccse, egy heavy tankkal 9-esek között sokkal nehezebb szerepelni, mint egy közepes tankkal 9-esek között. Rám nem figyelnek annyira az ellenséges tankok, bár azért is lesz párszor, hogy rám lőnek csak azért, mert szabad XP, szabad kredit. Ugye, átütnek, aztán kis tank, lőjük azt. Zseniális. Azt szeretem igazából az ágyúban, hogy nem kell feltétlenül megvárni a célzási időt, nem árt, de nem feltétlenül kell. Ez a T-38-as ágyúja elég pontos. Az anyag, hogy az ember a célpontra célozzon vele, onnantól kezdve az ágyú elvégzi a dolgát. Szóval ez nem a leglátványosabb replay, de legalább viszonylag hosszabb. 10 perc fölött van, azt hiszem. És mint ígértem, később még lesznek ezzel a tankkal csaták, videók, mert nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a tank. Esetleg majd még a valódi festésre is beruházok, bár az nem annyira, valószínű. És vicces dolog ezzel az ágyú, hogy tigriseket bármikor átlövök fronton keresztül, 100 mm páncél, a 80 millis Panterről viszont rendszeresen le szoktam pattanni. Ha csak nem célzok rá precízen, akkor arról mindig lepattanok. Ez már a T-85 is betegsége volt ennek az ágyúnak, de hát egy tank még nem a világ. Másokat még így is elég meg tudok sebezni, és most esett el Panzer. Egy tankot az önmagával vitt, kíváncsi lennék, hogy mi volt az, bár itt sajnos nem tudjuk megnézni. Akár így is átjövök erre az oldalra segíteni, másik oldalon úgy sincs sok minden, az AMX-50-100-ra pedig nem fogok egymagamban rátámadni, mert azelőtt kitározoltam, hogy újra töltenék, pedig az én ágyum sem túl lassú, csak éppen nem revolveres. Ez épp elég hátrány. Most csak mi van itt? 59. Meglőd, de csak a lánctapomat sebezte meg. 59-16-ról tudni kell, hogy revolvertáros, 5 vagy 6 lövése van, viszont iszonyatosan borzasztó pocsék, tehát még egy jó szót nem hallottam róla. Ha nem arannyal lő az ember, akkor nem sok mindent fog átvinni. Sajnos én is nullát sebeztem ebbe az IS-be. Akár is ezt a királytigris kicsit megszivatjuk, és figyeljétek, királytigris, Lepattant róla. Lepattant a frontomra egy királytigris, persze a legkisebb lett célzott, meg is érdemelte. És ez a legkisebb sebzés, ami lehetséges ezzel az ágyúval. A játékban megint megszóltott, nem akarta, hogy legyen. 8-as szintű killem. 180 az átlagsebzése az ágyúnak. 144 az átütése. 6-os, 7-es szinten még nagyon jó, 8-ason, 9-esen már kevésbé, de mit lehet tenni, ezzel tudok dolgozni. És mint mondtam, itt most nem nagyon fogjátok sajnos látni ebben a csatában, mert itt sima terepen harcolunk, de egy dimbes dombos pályán elég nagy probléma ennek a tanknak, valószínűleg a legnagyobb gyengesége. Nincs túl sok neki, ez viszont egy hatalmas gyengeség, hogy nincsen ágyú süllyedése. Ha van is nagyon alacsony, most itt nem vittem le az ágyút, de azt kell tudni, ennél nem sokkal kisebb, és az ágyum eleve elég magasan ül. Az M103 pedig a mezőről szedte ki a T29-et, szóval itt már tudhatom, hogy rám lát, szóval minél hamarabb el akarok futni onnan fedezékbe. Városnak el az oldalára, és ha már itt vagyok, akár meg is csipegethetem hátulról ezt az IS-t, meg ami mellette van, T32. Igen, és figyeljétek, ezek is jönnek a kisebb kérre. Nem vettem észre, hogy az IS tulajdonképpen végig felém célzott, tehát a legkisebb húsra mentek. Nem érdekli őket, hogy van szembe velük egy T20, nem is T20, ez egy IS-3, ők rámennek a kisebbre. T32-t pedig leégetem. IS-t pedig kivégzem, szóval itt gyorsan két kis médiumszerű kivégző lövés. Pont az, ami ehhez a tankhoz nagyon illik. Gyors leszámolás, 5 másodperces újratöltéssel, nagyon jó kis ágyúja van. És innentől az igazából már miénk a meccs. Még egy AMX-50-100-on valahol, ami igazából már sehol se lesz. És amit még ajánlok, egy offroad vezetés nagyon nem árt erre a tankra. Ha pedig valaki úgy játszom, mint én, hogy megtartja, a második képességnek ha nem elit alakulatot tesz fel, akkor kuplungégetést javaslom, mert kicsit rossz a lánctalpnak a talajellenállása, és elég egy közepes tankhoz képest eléggé nehézkesen fordul, itt látjátok is, ez körbetáncolásnál eléggé megnehezíti a tank dolgát, szóval nem árt. Na, legközelebb pedig a Panzer IV bemutatóját fogom még elhozni nektek. Utána pedig végre 8.4-es videókkal tudunk dolgozni, mert letudom az összes kis tartozásomat. Karvaly voltam, jó vadászatot, sziasztok!